ragyogást. És itt van újból egy csodálatos, hihetetlen, pesgőnyüzsgő, elképesztően gyönyörű városbemutató. Kotoriöbölben vagyunk. Kotor városát fogjuk ma bejárni, és ami nagyon fontos, hogy iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Osszátok minél több emberrel. A csengőről ne feledkezzetek el, és lenn minden információt megtaláltok, ha támogatni tudjátok a helyzetet. Csapjunk bele Kotor városába! Itt vagyunk a városkapu előtt, és innen közelítjük meg ennek a rendkívül izgalmas városnak belsejét. Rengeteg a turista, és körülbelül 2 órát jöttünk ide a szálláshelyünkről, de megért minden, már most. Akármerre nézünk, mindenhol macskák vannak. És ez a macska egyébként teljesen vak, de nagyon aranyos.
tudom. Remélem tetszett nektek is, ahogy végigjártuk a várost, az óvárost. Most viszont vettünk bureket, húsos burek, amit én imádok, és mellé természetesen egy kis kóla, jéghideg kóla. Ez az, ami most az energiát fogja belünk táplálni, aztán megyünk tovább. Mindössze 15 perc autózással átértünk Tivat városába, ahova szintén szerettem volna ellátogatni. Egészen más hangulat vár minket itt, egy más életstílus és kvalitás. Itt most szépen megmutatjuk szintén nektek, hogy hogy néznek ki az utcák, illetve a tengerpart. Itt erősen érzékelhető a luxus élet. Srácok, megkívántak egy kis kézműves fagyit, aminek a minősége megkérdőjelezhetetlen. Na, milyen? Gyerekek, ha valaki jár Montenegróban, itt a Moritz Ice-ban kell fagyit elni. Elképesztően finom. Na, induljunk tovább. Körülbelül egy erős 45 perce vagyunk itt, az utcán, az üzletekben, a fagyizóban, az éttermekben csak orosz nyelvet lehet hallani, tehát itt a vendégeknek, a tulajdonosoknak, a ház és lakástulajdonosoknak szerintem a 80-90%-a orosz, illetve valamennyi ukrán. Érdekes. Az ember eldobja az agyát ezeken a luxus, sportos motorcsónakokon, jaktokon. Egy egészen érdekes helyszínre bukkantunk. Ez bizony az, aminek látszik, egy hatalmas tenger alatt járó. Vannak különböző méretű tenger alatt járók, de egészen megdöbbentő így élőben a méret. Ott hátul talán ti is láttok egy hajót, egy ladikot, ami simán be tud fogadni legalább 20-30 embert. És ehhez képest itt van ez az elképesztő monstrum. És egy másik is. Ez a tenger alatt járó 912-es kis testvér.
amit még a videó elején elfelejtettem említeni, hogy ma van szombat 13-a, 14-én vasárnap, és 15-én hétfőn 3 napig nemzeti ünnep van. Az ünnep oka pedig Montenegró függetlenségének az ünneplése, úgyhogy ennek örömére minden múzeum, bolt, üzlet bezárt. Na de se baj, így is egy élmény ez az egész túra. Tivat minden egyes négyzetcentiméterén érződik a luxus. Bármerre nézek, luxus üzletek, luxus márkák, luxus autók, luxusba öltözött emberek, ez olyan egy kicsit, mintha így kilógna Montenegróból. Hasonló az érzetem itt, mint Franciaországban, Monaco, Monte Carlo, hogy mintha bejöttünk volna egy ilyen külön államban, városban lennénk, ahol egészen másképp viselkednek az emberek, és az utcákon szinte nem is lehet hallani szerb, illetve montenegrói nyelvet. Egyelőre még nem értem, hogy ez nekem tetszik-e vagy sem. Ez az megvan rá a helyes szó. Nagyon vegytiszta minden. Az étterem falán csörgedező vízesés. Hát erről beszélek. Ez egy tökéletes példa erre. Christian Dior üzlet divat sétáló utcáján. A kirakat természetesen gyönyörű, purhabbal kiöntött kagyló oroszlán, illetve a Dior terasz, ami egyébként nagyon jól néz ki, a pálmalevelekkel és egy hihetetlen öreg olivafával. Az utolsó 200 méterünk itt Tivatban, Mirna serényen locsolja Gábor barátomat, mert elképesztő meleg van. A kotori és a tivati kalandunknak ezen nem vége. Remélem, hogy nektek is tetszett ez az epizód. Amennyiben igen, akkor kérlek, nyomjatok egy nagy lájkot, osszátok meg minél több emberrel, és ha eddig nem tetted meg, kérlek, iratkozz fel a csatornára. Paka!